Sziasztok! Low-tech növény kalauz, higropilla, és higropilla poliszperma és poliszperma róza nevíg. Indiai vízi csillag, néven is hút, két verzió. Ő az indiai vízi csillag, tehát sima teteje, egy gyors, intenzív fejlődésű növény. Halas akváriumokba is jó, nem csak low-tech akváriumokba. Tehát nagyon sokan tartják, káliumra jobban kell figyelni, tehát olyan mikroelemes tápot kell használni, ami előfordulhat, hogy a mikroelemes tápból sokkal többet kell adnunk miatta, hogy megfelelő kálium szintet tudjunk biztosítani. Neki a rózsa színesebb verzióra, ez a Rosa Nebig verzió, ez így néz ki, tehát ilyen a teteje, kicsit sötétebbek a levelei, tehát nagyban befolyásolja a színét a kálium és a vas tartalom, tehát a mikroelemes tápnak a mennyisége, az nagyban befolyásolja. Tehát ő lenne a sima, és akkor itt van pedig a rózsaszínesebb verziója. Az pedig ilyesmi. Kálium igényesek, arra figyelni kell, általában a higropila fajok azok úgy általánosságban jellemző, hogy káliumra, tehát kálium és mikroelemes tápból többet kell adnunk az átlagosnál, hogyha egészségesen, hiánytünetmentesen akarjuk őket tartani. Tehát így néz ki a rózsaszínes verzió. Picit sötétebbek az alsó levelek, és a teteje rózsaszínesedik. Na most pont nem csíptem el egy jó kondiát, nálam azért az egész egy picit rózsaszínes színes szokott lenni, tehát nem csak a teteje, most úgy nem sikerült jókor fotózni, jókor videózni, de tehát hát, így talán mind a második sorlevél olyan szokott lenni, mert nagyon sokáig nálam árnyékba volt. A rózsaszínes verzió sem kényes a fényre, tarthatjuk halas akváriumokba is, kezdő növényként tökéletes low-tech vonalon is. Annyit kell tudni, hogy a rózsaszínes verzió töredéke gyorsaságban a sima verziónak. Tehát a sima az nagyon-nagyon gyorsan nől, akár komplett hátfalat is tudunk vele tervezni már 0,3 watt per liter fényerőnél is. A rózsaszínes verzió ettől lényegesen lassabb, tehát fele, harmada talán a növekedési üteme lényegesen gyengébb. Néha előny is, hogy nem kell olyan sűrűn metszeni. Tehát a rózsaszínes sokkal-sokkal lassabb lesz, tehát ne várjunk tőle olyan villámsebességű növekedést. Kettőt lehet ötvözni, tehát egybe rakni, és akkor lesznek ilyen üde rózsaszínesebb foltok, persze külön is rakható, de láttam olyat, hogy valaki bekeveri őket. Tehát a kettőt együtt, egy bokorban, és akkor majd kialakul a dolog.